Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Elkezdődött a hangverseny Balázs Oszkár szerzői estje. Amikor egy hangverseny zenével kezdődik, akkor utána mindig nehéz megszólalni, mert az emberi szó természetesen nem tud olyan színes lenni, és nem tud annyira a hallgatók lelkébe hatolni, mint a zeneszó. Mindazonáltal ezen a hangversenyen úgy gondoltuk, hogy feltétlenül szükséges, hogy egy-két információt is megosszunk önökkel azokkal a zeneművekkel kapcsolatban, amelyek majd elhangzanak. Meg hát persze egy kicsit meg kell, hogy ismerjék jobban a szerzőt, akinek a művei ma este itt felcsendülnek. De erről majd egy kicsit később. Szeretném most elmondani, hogy amit hallottak első számként, az Balázs Oszkár műve volt, természetesen Pergetős fanfár hangolt csengettyűkre ez a címe, és ezt a darabot a Xylotol ütőegyüttes tagjai játszották el, név szerint Tankai Balázs, Haraszti Gábor, Haraszti Zsolt, Priszler Zoltán, Sütz Gergely, az együttes művészeti vezetője Gábor Tamás, és az együttes menedzser vezetője pedig Fábián Zoltán, mind a ketten ők is játszottak a csapatban. Egy fanfár, ugye ezt nyilván tudják, az igazából részfúvós hangszerekre van elképzelve, de ma tanulni lesznek annak, hogy az ütőhangszereken minden hangszert utánozni lehet, és minden hangszert helyettesíteni lehet, sőt, mi több, talán még szebben is szól, mint az eredeti. Thank you.
Engedjék meg, hogy most akkor mondjak néhány szót az est főszereplőjéről, Balázs Oszkárról. Négyféle alapvető foglalkozás egyesít magában, ami azért egy embernek elég sok. A zenekari muzsikust, a tanárt, a hangszerkonstruktőrt és a zeneszerzőt. És ez a négyféle tevékenység, ez úgy nagyjából az egész életét áthatja, és többé-kevésbé egyik a másikban mindig átfolyik. Amikor a főiskolát elvégezte, és friss tanári diplomával a zsebében elhagyta azt a nagyszerű intézetet, akkor egy darabig zenekari muzsikus volt, és aztán utána kezdett el tanítani. Na most a továbbiak szempontjából rendkívül fontos, hogy ez hol történt. Ahol ő tanítani kezdett, az Soroksáron volt. Budapest 23. kerületében, igen, amely egy nagyon, nagyon különleges kerület, nagyon sajátságos lakossága van, nagyon zeneszerető emberek élnek ott, és különösen a fúvós zenének vannak nagy hagyományai. De abban az időben azért a zeneiskolában gondok voltak a fúvós zenével, nem nagyon voltak hangszerek, és egyáltalán hát a kezdődő zeneoktatás az bizonyos nehézségekkel járt. És ekkor már különösen jelentős az ütőhangszeres tanítás, hiszen ahhoz tulajdonképpen az indulás az nem kell más, mint egy dob és egy pár verő. És így kezdett Balázs Oszkár dolgozni, és amikor szembe került azzal a problémával, hogy kevés a hangszer, akkor kitalált hangszereket, amikor szembe került azzal a problémával, hogy nincsen elég zenemű, amit a gyerekek játszanak, akkor elkezdett komponálni. Tehát ezek a dolgok így egészítik ki egymást. Thank you.
útja azután Soroksárról ide Óbudára vezetett, és jó néhány évtizede már ezt a kerületet gazdagítja munkásságával, egészen addig, amíg Dudival nem ment, de hát aztán még utána is jó hosszú ideig. És hát nagyon örömmel tapasztalom, hogy mindig újra, amikor úgy körülnézek ezen a területen, hogy ő még mindig azért úgy nagyon jelen van. És nem csak úgy, mint olyan visszajáró és szívesen fogadott nyugdíjas, és ez nagyon jól is van így. Tanári munkássága rendkívül eredményes volt, és sok szempontból egészen kivételes. Tulajdonképpen az ő tevékenységével kezdődött meg az, hogy az ütőhangszerek tanulása az Magyarországon egyáltalán elterjedt. Azelőtt nem is nagyon volt, én nem is tudom, nagyon tudom, hogy a régebbi koronnak az ütősei hol tanultak, vagy mint tanultak, mert abban az időben, amikor én is elkezdtem tanulni, meg hát amikor Oszkár tanár úr is, akkor még Budapesten mindössze 2 zeneiskola volt, ahol ütőhangszereket tanítottak. Ma már az országban nem tudok olyan zeneiskolát elképzelni, ahol ez ne lenne. És ilyenkor, amikor egy tanárnak a munkásságát méltatják, mindig el szokták mondani, hogy a sok-sok tanítványa közül néhányan milyen kiemelkedő sikereket értek el a pályán. Hadd említsem meg én is azt, hogy volt tanítványai közül jó néhányan játszanak az ország vezető zenekaraiban, az Operaház zenekarában, a Magyar Rádió Szimfonikus zenekarában, a MÁV szimfonikusoknál, és még sorolhatnám. És hát a legnagyobb büszkeség az, hogy az ő növendéke volt az a Héja Domonkos, aki azóta a karmester lett, és jelenleg a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója, és az ő tanítványai voltak Rácz Zoltán és Pajtos Károly, akik a Kossuth Díjas Amatőr Együttes tagjai. Egyébként itt is vannak most köztük. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez önmagában is elég ahhoz, hogy az ő tanári kvalitásait és eredményességét igazolja. Thank you.
mindig szoktuk mondani, hogy a világ legegyszerűbb hangszere ide tartozik ebbe a csoportba, amikor fog az ember két hengerformájú kis vadarabot, és azokat egymáshoz ütögeti, és hogyha ezek jó fából készülnek, és ügyesen ütögetjük, akkor egészen szép csengő hangot adnak. És innen kedve aztán szinte végtelen ez a skála, és az érdekes még az ebben a faütő hangszerek világában, hogy jó néhány közülük egzotikus tájakról származik. Van olyan, amely Dél-Amerikából, van amelyik a Távol-Keletről, Kínából, Koreából, van olyan hangszer például a kasztányetta, amelyik spanyol eredetű, úgyhogy ha ezeket most mind végig megmutatnánk, akkor ez biztos nagyon érdekes lenne mindannyiunk számára, csak hát nagyon hosszúvá válna a hangverseny. Közben félszemmel nézem, hogy a művészek készen állnak-e már, és úgy látom, hogy mindenkinek van a kezében valami, úgyhogy akkor átadhatjuk nekik a szót. Következik tehát most Balázs Oszkár három tétel ütőhangszerekre című művéből a második, a fa ütőhangszerekre komponált darab.